Na sziasztok! Én Alex, ők, és ma a profi skype pvp szerverkészítés következő része következne. Ugye mint tudjátok rég volt, pontosabban 5 hónapja, el akarom ezt megint kezdeni, mert sok embert érdekelt, igazából is hiányolta, hogy nincsen folytatás. Szóval magyarul igazából ma, mint láttátok a címbe, ugye, hogy hogyan lehet készíteni kiteket, ugye az essentials-be fogjuk létrehozni a kiteket hogyha régebbi essentials van, szóval nem x, hanem sima, akkor ezt a config fájlon belül mutatom, hogy hol tudjátok, azt hiszem, lehet, hogy kiretvéve, igen, kiletvéve, viszont lenne egy olyan menü, hogy kic, és akkor kettős pont. Viszont ezt az x-be átrakták egy külön fájként, szóval itt kell már kiteket szerkezgetni. <kül> ugye itt van egy csomó példa, ugye, hogy mit hogy kell csinálni. Igazából ezt most minket hidegen hagy, mert én, 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 én tudom fejből jó, jó, szóval ezt szóval hagyjuk. Na, igazából az a lényeg, hogy a profik azok config fájba csinálják a kiteket. Ugye vannak emberek, akik ö, letöltenek hozzá egy plugin, meg mit tudom én, mert mondjuk vagy nem értenek, vagy lusták, stb. stb., stb. de szerintem itt a legegyszerűbb, gyorsan megírotsá. Uh, annyit kell igazából csinálni, még kimásolok egy alapot És akkor elnevezzük, mondjuk op kitnek Mondjuk, e op Mondjuk mit, a delay Ugye lefordítjuk, ugye hogy mennyi Nem, lefordítjuk, de szó szóval szerint mennyi időnként tudjuk uh, Lehívni a kitet, ez az Szóval egy cooldown, úgymond, ennek a kitnek Szóval ugye itt másodpercbe kell megadni, mint minden pluginnál Általában a dolgokat, másodperc Szóval tegyük fel mondjuk 900, az 15 perc. Szóval 15 percenként lehet lehívni. Na, itt jönnek kérdésbe, hogy hogyan tudod az id -ket. viszont ha nem tudnád az ID-ket, akkor itt van mondjuk a Diamond sword de utána kell nézni, hogy ez biztos jó-e. Ugye, hogyha nem tudjátok mi az ID, vagy nem tudjátok, hogy az itemnek mi a neve úgymond, a minecraft neve, amit a minecraft elfogad ugye, pontosabban a spigot, ö, akkor azt a játékban a itemdb parancsal meg tudjátok nézni, és ott minden lehetőség le van írva, szóval sok ember ugye az id-t szereti, sok ember a nevet, én igazából attól függ, hogyha tudom, ha nem, akkor használom valamelyiket, szóval mondjuk, hogyha a, Dime, a diamonds for például tudom, az ugye ez. Szóval Diamond Swordot akarunk adni nekik. És akkor egyet kapjanak, ugye. Ez már egy alap dolog. És akkor gyorsan, hát kitörlöm addig ezt. Hát, Elmegy meg mondjuk kapjanak egy, egy OP aranyalmát. Egy darabot már hát mégis OP értitek. Szóval meg egy simát mondjuk itt szóltok hozzá. Így. Na. Akkor el kell indítani a szervert. Itt, ups. Sok ember jelzett egyébként, hogy nem jó neki a szervez, szóval, amikor elindítja, akkor csak itt egyfolytán mondja, hogy please wait. Akkor egy entert. Látjátok, nyomtam egy entert, és akkor már azonnal működik. Szóval ilyenkor no para, ezt kell csinálni, ezt el kell fogadni. Jó, itt nem kell izé, ö, mi az, kisatíroznom semmit. Szóval itt vagyunk, gyorsan belépünk a Minecraftba. Szóval, ugye itt a lokálhoz már is érhető, itt mondja nekünk a kis Minecraft, nektek ez itt nem lesz itt felül, mert ez mod, a mondnak az egyik része, ugye? Hogy segít. Invalid restart your game. Uh, nem jó? Nem most már jó. Na, jó, valami volt. Baj volt. Na szóval, fent is vagyunk. Per feed. GMC. És akkor bejövök, hogy per kit. ott az OP kit. Látjátok? Ugye létrehoztuk az OP-t. Ott is van. Lévjük egy kit OP. És hoppá. Amiket mondtam, azok, azok itt is vannak. Ennyi volt. Csátunk egy kitet. Jó, mi? Szóval igazából nagyon egyszerű egy kitett létrehozni. Ugye lesz ennek egy második része, ahol mindent megmutatok. szó szerint mindent, hogy mondjuk hogyan lehet nevet adni neki, hogyan lehet enchantolni. Szóval nyomjatok egy lájkot, like hogyha szeretnétek ezt. Ezt a következő részt, és akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha szeretnétek még ilyen videókat, és értesüljetek róla minni előbb. Meg hát akkor nyomjátok már be a csengőt, ne? Nem, 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 nem. Nem, nem. A mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, ennyi igazából a kit, kit készítés. Szóval, sziasztok!